azt mondom, ez az ember. Várjátok gyerek, és beindítom a kocsit, jó? Jó. Gyárni, mert kicsit meleg legyen. Kocsítsad magadat, takarítsad lefele, hogy gondolod, így vigyem a gyerekeket az iskolába. Mit van? Mi csináltál az autóval? Korán reggel idegesítél. Mi ja, az autóval? Az autóval. Valaki megtámadott. Megtámadott? Mi csináltál? Jöttek a izék a... Hol voltál, hogy ilyen csupa sár az autó? A szalamandrák volt. Jó! Jó reggelt! Hol voltál? Jaj, eszembe jutott. Na, eszedbe jutott már. Krisztián elakadt. Felrakta a sárt az autóra. Na, jó reggelt, akkor mehet, azt takaríthatod lefele az autót. Mozogjál öltözzél, mert elkések a gyerekikkel. Hát, már meg se kell mozdanod se. Adjál törülközőt, levágtad az autóba a számat. Az autóba a szádat? Mozgósítsad magadat, mert elkésik. Melyik korogni a hasad? Reggelit akartam neked csinálni, hazajövök, de ez így nem kapó semmit. Látod, a sáros a cipőm is. Hú, hát az Amazonasba! Hova? Mossuk le az autót! Mozogjál akkor, mehetésre! Segítsél! Nem segítek én neked, magadnak kell csinálni! Akkor majd lemosom a autómosóba. Most, de hát így vigyem a gyerekiket! Itt alul ki tudunk menni, nem látnak meg! De elkésed! Egy perc volt lemosom. Nem mosod le egy perc. Egy perc. Itt mosd le. Nem mosom itt tőle. De lemosod. Adjál pénzt ide. Nem adom. Nem fogom lemosni. Mosd le. Ha még egyet kapni fog. Mosd le most. Mozogjál. Nem mosom. De lemosod. Együtt mossuk le. Gyere már, segítsél nekem, ne játsszál már, he. Lemossuk egy perc alatt. Haladjunk akkor, mehetésünk, üljétek be. Á, Krisztián! Elakadt! Hogy lehet ezt az autót ennyire összesározni? Mondtam neked, lerobbant, elakadt. Miért nem mostad le akkor? Hátul húztam. Azt előre ugrott a sár. Megelőzött hát engem. Te is előre fogod ugrani. Figyelj. Előre ugrott, azt ide ugrott rá a motorháztatőre a sár, míg felvertél hátul. Nyissuk ki fel a kapit. Ő a hibás. Hát esett az eső, azt hittem lemossa el. Látod? Ennyi volt az egész, lemostam fél perc alatt. Hát ajánlom is, meg ne lássam még egyszer így az autót. Ma fejedet palacsintává verem, figyeld meg. Adjál már engem bikin korán reggel ütöttél, vertél, egy kis sárért. Hát hogy gondolod, így viszem a gyerekeket az iskolába, mit mondanak, humboltunk, rallizni. Azt ott akkor rallizni, mi közük van hozzájuk? Akkor is csupa sár volt, merő sár. Most megyünk anyádékhoz le, iszunk egy kávét szépen. Hova? Anyádék. Én nem megyek el. Dehogy nem megyünk el. Nem megyek, anyujék! Ne! Fordulj meg! Ne! Iszok
iszok egy kávét, fogd be a szádat, mert nagyon ideges vagyok. Az valamit én mondok. Kávét akarok inni. Forduljál, meg nem mehetünk oda. Dehogy nem megyek oda, iszok egy kávét. Főzetek anyósommal egy oda mersz merni, merni. Oda megyünk. Fogd be a szádat így. Az hallgass. Mit pénzek, máma? Egy szívít a küzepibe. Mit főzni? De azt a sok minden, de akkor azt is fejezem. Valami jó? Valami jó? Ha? El kéne menni a bankba. Hát már megint én vagyok. Azt mondod már nekem, hogy van egy pár darab kipri vagy, nem mondom, reggeliznénk. Ezek még mindig alusznak? Hát még alusznak. Megittem a gyógyszert, ennek kéne valamit. Csinálunk magunknak egy pár kiprit. Menjél, ne elhordjál! Jó, akkor megyek kifé. Elég ilyen, mert tudod, hogy elkapudják egy-kettőre. Istenem, mit fejezek én már? Mindig ez a fejezés. Már az agyomra megyen teljesen. Fogalmam nincs hozzá! Fogam, ide pakoltak nekem, valaki itt akarok ide! Gyere, nézd meg! Felháborító már! Hogy megyünk ki? Ki rakta ide? Menjek a bankba, de tiszta sár, nézd meg, hogy nézd ki te minden! Nem hallottam semmit az este. Mit hallottam, Bauer? Aludtam! Az apja egy át, tiszta szemét látta mindenedet! Gyere! Jöttek el mindenki, ki csinálva egy kis rendet el! Gyere be, nézd meg, mit csinált ide valakinek a viccakára, he! Be se tudnak engedni bennetek! Jaj, mit csináltatok? Miért vettetek ilyen gumit? Mi csináltuk? Valaki vetette fiam! Bepakolták! Ki? Hát ki tudja, ki csodja, ki pakoltak ide, valaki szórakozott bele! Jaj, Istenem, miért volt ez a személykádok? Jaj! Ne foglalkozz semmivel! Megvedném, he? Meg! A fekete bűri, aztán Krisztián! Nem régi, mert adta fel nekem ott a kamera! Fel van rögzítve a kamera! Nyugodt legyél! Ne fogom nyugodni, hogy mondom, ne itt a kamerát! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Tettétek, felhattátok a kamerát! Nézd meg, Niki! Ezt nézd meg, Niki, hogy itt éljön! Gyere, nézd meg! Ha segítsél, ma valahol jó, az jó lesz! Valami leadó helyet, hogy hol lehet ezt leadóhúzni? Vagy levitetni valahova? El kell vinni! Valahova, hát ez nem lehet, ez a veszélyes... Hát hova vigyem el? Veszélyes hulladék, fizetni kell, meg kell vinni Debrecenbe! Mindjárt fel kell tenni! Én ígyelem, már csak hát megérni, ígyelem a kávét! Én fölzegyvára! Jövök mindjárt kávét, lecsavarunk! Én voltam, mit ez? Én voltam! Mi? Itt a kamera, he? Hát borzaszt, hogy állandóan engemet ugráltak. Nem, nem, a csapat le, mert itt vannak Emily főző kávét neki. Ne szeked, jó, parancsol. Jó, tudod csavarni. Hát itt van kard, de ne félj, ez egy pacek minden, ne félj úgy, mint minden. De neked is le kellene tudod csavarni. Vagy mint egy állok. Te fejszével utalogoztál rá. A meleg rámelegítette. Rámelegítette, mert mindig rámúzott. Nem kéne annyira erősen rátenni. Na, vajon neked? A gyere be! Majd jobb is berak. A fene, gyere! Mit csináltál? Azt nézd meg, kiszakít! Nem szakítottam! Most néztem meg, hogy mondom, milyen jó kamera! Az véletlen! Meg akartad nézni? A könyökömmel leütöttem! Ne foglalkozz bele! A véletlen, hogy? Azt a bebiztos!
szíte. Ne foglalkozz, a telefon lementette az egészet. Ha megmaradt Stefánnak a telefonján. Jaj, de jó! Visszaszereltetem én, ez a semmi van! Tényleg piszkáló udvar, hogy francia piszkáló. Hát az ilyen bluntusos kamera. Persze, a telefonon le van, már az éjszaka kivoltott. Én mindjárt felköltöm a Stefan. Költöd fel! Költöm be, mindjárt nézem meg az egész. Ott lesz feketén fel, de rámegyek a rendőrségje meg a belittaposon. Hát biztos. Ó, nem kell az a rendőrség, após, hát ez már túl súlyos büntetés van a rendőrséggel. Akkor meg akkor, ne. Meg azt lesz, az hogy itt úgy elporolom, mint a tépfenekű dobot. Ha visszaveszem én ezt a kamerát, neked. Már igen, mert még azt is eltöröd már itt. Hát, lehet jó. Visszaszereltetem amúgy. Lehet jó, még ki kell próbálni. Visszarakja, úgyis a telefonon. Gyertek be, most már mindig. Hát nézd meg, mit csináltak ide. Láttál meg? Hallottál meg? Van ilyen a történelem? Micsoda eljárt? Ez biztos, biztos tudod ki volt? Felmászott, levelt a kamerát. Annyira tetszett neki, megüldött a kamerát. Mit csináltál? Levelt a kamerámat? Véletlen volt a könyökömben. Most megadtuk fel, Krisztiána, ne! Vegyed vissza meg, tele! Ja, majd kifizeti, hogy meg amúgy is mit idegesíted be. Le van telefonon mentve. Hát Peci felper az icokai felvételeket, minden. Le van mentve, hát te vissza, hogy nyomom én. Visszanézem egy kívánat. A nyakát így tekerem ki, ne figyelj, csak lássam meg, ne figyelj, mi van. Üljetek le. Jó, van, hát leülünk. Mert nézzem már, alszaluszta. Nézd már meg, kölyükben nézzem már meg, ki volt itt az icaka. Hát nézzem meg, meg már ma lefi a nyakádú szemügyet csinálok. Este utazzál szembe, akkor lehúzod róla. Három cukrot tettem bele. Jó van. Gyere már ki! Hát, miért nem kell már felé, nem értem meg te. Hát, melyik is már olyan kíváncsi. Ah, miért nem kell fel? Hát igaz. Gyere már ki, hello! Rablók voltak a házba az este. Hát, gyere ide gyorsan. Keresd meg a telefon, az icaka kiállít. Emi leverte most a kamerát, de le van rögzítve a kamerát. Levertem mindig. Valami ide háttak egy csomó, hogy teherautón gumi van ide hátba, basszus. Érted? Itt vannak az autógumik, vagy 60 millió. Felnyomták ide. A veszélyes uradékot ide. Nézed, ami ki volt itt az icaka. Hagyj nézzem. Most lebuki! Most lebuki! A Filipi! Szentvicset csinálok a Filipi! De kíváncsi vagyok, Istenem! Az arcába beharapnám. Már azt hiszem adok neki, ne. Nincs fotó vagy videó. Te csináltad ezt, meg irányomkodtad azt a rohadt. Nincs fotó vagy videó, nincs. Mi csináltál? Elnyomkodtad a telefon, de mindig ezt csinálod állandóan, a sokkot kapott a telefon. De mindig nyomkodod állandóan. Jaj, nem az. Nem az, Krisztián rögtúrott. Krisztián rosszul, lehet nem is bluetoothos, lehet becsaptak minket. Csináltam belőle felvételt. Csináltam felvételt a betárkeservit neki. Hát azért fizettem neki a sokkal. Csináltál? Hallgass, várj egy percet. Nem állítottál be a telefont, úgy jön. És látod, nem hagyja abba. Amikor már felraktuk le, csináltunk egy próbálkozt meg akkor. Hát persze. Csináltam be! Nem mentette le! Biztos rossz elnyomkodtad, hogy valami... Na, ez biztos, hogy ezt... Lehet, hogy hát... Itt ülhetett... Most nincs mese. Be kell vinnétek Debrecenbe, szólják Krisztián. Hol a kamera? Hát tudod, én az Audi-ban, hogy vigyem ilyen gumikat az Audi-ban? Hát abban ez... Elkülteni? Bűnjetem, vessz is! Bűnjetem! Te ne, egyem meg!
ezt a széket is, hogy... Fizessé neki, a szállítosd el, izé... Ó, kik ezek is kéne viszont. Az elvivő helyre, elviszhetem oda a kocsatot. Nem, még fizetni kell, hát... Mondod, még én fizessek, mi? Akkor itt a darlod, hát nem lehetek kibaut az a piszkos mely. Nem, mondhatod, ne! Hát az veszélyes hulladék, a tantáról. Megfelelő helyeket el kell vinni. Szóval Krisztián, mit tudod? Debrecenben veszélyes hulladék leadó. Telefonba be kell vinni. Már mentünk is. Csináltok. Mert annyi dolgunk van, nem tudok segíteni sajnos. Nagyon sajnálom. Öltözéfe. Akik vagyunk benne. Öltözéfe, hordjuk, tanítsátok lefele. Hol a kamera? Hol a kamera? Hol a kamera? Te meg elvesztél. Hát nem van a kamera. Hát nem van a kamera. Az anyja jön meg a izéje, a szodoka bátya. A gumikat elviszi, ugye, a Robert-áról. Jövök én vissza holnap, hidd el, vagy addig a kis teszel? Hát ezt nem hiszem el. Hogy nekem állandóan a csak kicsiben alapveszed egy munkájukban? Ez az kiborítja van. Erigyél, nézzél ki. Ki nézel, azt meglátod. Ide valaki bepakolt egy csomó autógumit. Hallom számmal, te majdnem egy terrautóval. Jó, az amikor folytattam az álmat. Na, Istenem, menj akkor feküdjél még, aztán aludjál. Menj én, fiam, vinni engemet kocsival vásárolni. Még akkor is álmos van. Akkor már nem. El kéne vinni engem a bauba. Számítok. Nem tudod, tapárat el akartam egy kis képrét küldeni, nincs reggeli. De... Hát, ki meg tudsz meglátni ezt a izégni? Ezek is így bele elmentek. Itt hagytak kegyetlenül. Miért mindig ez az a... Ide össze kell pakolni egy csomóba, a szalnom kell mindjárt valamelyik futalmat el kell vinni a levivő helyre. Én nem adok erre most pénzt, hordod a hátra a bánatba. Nem hordom oda hátra, ezt a levivő helyre kell vinni ennek, az kész, az pum-pum, vége! De ha meg tudom úgyis a szomszédot kikérni. Nem, ha el kellett, és már lehet használatú osztályba veszünk, nem? A kocsira a lázba tesszük. Azt mondta, hogy nyomban úr, tehát hogy miért nem állítottad le, ahogy én megint. Az a hibák, de mindig reszkelt, hogy kiszedném a haját. Én jobb állítottam. Állatlan elnyomkodod, azt tanulhat tele. Én jobb állítottam, mondom, a Krisztának repróbáltuk külön, és ott volt a felhívás. Valami elindítási gombot nem nyomtatok be, vagy valami. De most a kamera azt mondjátok, mi történt vele? Nem vette fel! Leütötte a könyökivel. Akkor lehet azért nem vette. A lelki tűrlődött, nem? Mert nem észlelt a kapcsolatot, azt lehet letűrlődött magát. Nem megyek én is letűrlődött. A tyúkokat megintetem. Jó van. Akkor most én vigyelet el a dolgot, igen? Hát jó lenne, már nem feküdné vissza. Szóval Szintinek is kelljék, ő is felple, jöjjék velünk. Jó van, Szinti kellje! Meg is betűtöttem ma. Hogy ezt történt, mamma, ma nem kellett a nácsadóba. Hát tudom, már mondtad tegnap menni kell. Szóval vinned kell. Jól van, ha menjünk akkor. Ha megyek én is, megfürdök, elkészülődök, minden. Na jó, hát ott... Nagyos! Te igen! Nem alszunk, ha hallasz. Már raktam fel! De én is iszom. Már raktam fel! Ó, jó, jó, van. Jó, van, hát én itt a megfődött a gyerekkel, addig visszafekszem. Ha mennyi, hát nem tartalak ki, ha mennyi. Amíg fekszek. Még ő is kapott. Jól van, hosszú, mire elkészülök. Meg itt a kis fiúnak az ajándéka. Hé, Emil! Most nézd meg, hogy alszik. Kelj már fel, hello! Gyújtsál be fele! Meddig alszol már? Gyújtsál be te! Éj! Igen. Kelljél fel, mert bemegyek agyba a fűhez ellen. Figyeld meg! Nem. Kelj fel, a kisfiúnak is megjött az, az ajándéka! Mi? Megjött az ajándék a kisfiúnak. Hon van? Erre bezzeg felkezd, ugye? Hon van az ajándék? Erre felkezd te is. Itt van. Azt nézd meg! Jaj, megjött neki. Ó, Istenem, én ülök, a legjobban már nem játszanánk rajta. Hát ahogy te játszál már rajta! Ne streamenni át. 4K 120 FPS 1 terabajtos. A legnagyobbat rendeltek? Igen, 2022-est. Ó, Xbox. Na, kössük befele. Köszi, kössük befele. Nehogy már te játszál vele hamarabb, nem a fiad. Ha messzi van még karácsony! Nem baja. Hát hogy... Már kell várni. Mi van? Ki
eltanáltam valamit, csinálok egy karácsonyt, mamma, én! Ó, de viccelj már! Hol van még karácsony? Én most csinálok karácsonyfa kell. Hátul van a karácsonyfa, megyek, kivágom. Hülyéskedel? Nem hülyéskedek. Hol a szürke kabátom? Hadd én a szürke kabátomat, keressed meg, fene! Nem tudom, hova rakod? Megyek, kivágom a fát, van itt egy karácsonyfa. Még venni se kell karácsonyfát, megyek, kivágom, behozom, gyorsan rakod rá a szaloncukor, mire hazajön a kisfiú, már mondod, hogy itt a izé. Kétszer karácsonyozol? Mi? Kétszer? Nem, az, addig ott lesz a karácsonyfa, belédíszítsük. Jó édesem, ez az igazi kávé. Ez biztos, hogy lesz. Anyós! Jaj, akkor már megcsináltam! Én már felejtettem. Ne foglalkozzál már vele! Úgyis mindenütt fel van rakva! Karácsonyfát már előtt egy hónappal! Hát de ajándékot nem raknak addig alá. Várjak vele! Ez mikor gyújtol be, hideg van? Én nem gyújtok be. Hol a kabátom? Jó, hogy nem gyújtol be. Hol a kabátom a szürke? Nem, bent van, kihozom. Nem gyújtok be. De gyújtsál be. Majd te begyújtom, most nem érdekel. Hozd ki a kabátom! Ki ezt te? Ki ezt te a férjed, a nagy márkás, legnagyobb férjed nyomója? Hozzad már! Hozom már! Veszel! Akkor én meg... Te meg begyújtol! Én gyújtsok be megyük. Nehogy már? He! Milyen asszony vagy te, he? Kályhás asszony vagy. Hát az. Csináljad már síjesé, én is vágom a fát ki. A fenyőfát. Hozom befele neked, milyen nagy dolgokságot csinálok. Hú, micsoda nagy dolgokat csinálsz te. Akkor begyújtok. Ha már erre nem vagy képes, hogy begyújtsál, alszol, izé, délutánig. Annyit alszol. De csecsemő. Na gyere hát! Jaj, itt a kávé! Jaj, amire kecintiket! Még most van már korán kecint! Jaj, már nem kell karácsa dolgot! Ja, menni kell? Kérdeztem, hogy mit csak nem hallottad? Hát, csináltam a kávét, odafigyeltem, hogy tökéletes legyen. Ide figyelj, máma nagyon nagy tapasztalat. Kemény az ide. Nem tudom, hogy mi van, mert annyira fáj minden részem, hogy nem. Mi van te? Mi csinált ez a cselejt te? Megromlott a te istenit! Mi van, Emil? Erre még ennyit se lehet bízni. Hány cukort tettél bele, kis járom? Jaj, miért? Állt a lugarám. Édesen szeretik, nem? Édesen. Ennyire? Hányat tettél bele? Hogy? Kettővel kell beletenni, te kis buta liba, hát hogy csinálsz ilyet, mondjad? Jó, szépen, hogy ezt mondta valaki, ha senki, nagyon... Hát most mondom, most már! Hát nem tudta. Én megyek kénykülődni. Te, ez a nő, te ezt tudod ki. Ez az életem legnagyobb lumerája.
Rossz volt, mi? Pont ez lenne a legnagyobb ellened az édes kávé. Én gyűlölöm pont ezt. Hol a fűvész? Ó, beállott a garázsom is már. Az a drága garázs. Na, ez lesz a jó. Mit csinálsz már? Mi? Mit csinálsz? Fűrészt befújom szépen, hogy izé olyan lágyon menjen. Lágyon. Ne ilyen izé. Hát vigyed hát a fákat befele. Neked kéne, nem ilyen baromsággal foglalkozni. Ne játsszál már, hát hagyd nézem, hogy ezeket vigyed. Vigy is beteg. Gyorsan vigyed befele a fákat, azt ne játsszál, hát. Neked kéne. Na most, na nézzük teszt. Milyen teszt? Na nézzük milyen vagy, kemény vagy. De fejbe vágod, mert ott rájössz. Milyen kemény vagyok. Látod, ezért vettelek el feleségé, mert olyan vagy, mint az ősemberek. Ősemberek, nem is ősemberek vagy. Látod, az ősemberek, te meg elmennénk vadászni, most az erdőbe, vadakat, mindeneket, együtt megélnél. Meg életre valahol már begyújtanál gyerekeidre. Most képzeld már magad, ott vagy az erdőbe. Hát, menjél már inkább a dolgokat. Az erdőbe vagy, gyerekeidért csináld meg, gyújtsál be, főzzél. Minden csináljál. Jó. Meg hozom a karácsonyfát, én elmentem vadászni. Jó. Én vagyok a férj. Család fenntartó nyomásokkal. Ott a kis karácsonyfa. Vagy ez jó? Jó. Ó, még ki kell kapálni. Hát mennyi fű van itt ez alatt, te szűv Máriát? Hát ez volna a boltba, vagy 70 000 forint ez a karácsonyfa. Hát így meg ingyen van. Én ültettem még mikor kicsi volt a kis kicsike. Na nézzük, unaköve. Kukkorékú. Unatöve, Istenem. Unatöve, te kis nyöme. Meg vagy már. Hú, elfáradtam. Hú, kemény ezt kivágni, Istenem. Csinálj valami normál kávét. Mi a legyen ezt is, jó? Barbira legyen! Önskész is, fú. Adj egy kódjot. Meg nekem is nagyon húzó. Ebből nem lesz semmi. Főzni kell, hogy hogy lehet egy kávét, nem lehet rábízni. Egy kávét főzni, nem jön össze. Mi lesz akkor, micsoda? Nem főzött a megújt kávét. Nem. Hát milyen ízesen tudta meg innen? Megyek, mert én is mindjárt megbízom a tyúkok, hogy állok. Hova tettem meg a felségét? Ez kemény volt. Ez kemény. Ez szép reggel nekem, nagyon-nagyon baromira szép reggel amúgy. Rá nem merjél bízni valamit, rá nem merjél bízni valamit. Ez biztos, hogy valamit, hogy elfogja cseszni. Eltörik a kezed, hát nem írke le, ügy. Jaj. Ez van a Erik, Kiki, etetünk a tyúkokat, azt menjünk. Nem oda megyek. Hű, de büdös volt, te mi van veled? Bemegyek már a mostába. Istenem.
Ide rakom! Ezeket a izéket, he? Eszni! Te húzod a sárba? Mi? Hát tiszt a sárért! Ha mit csinálsz, te őrült? Ó, hát ő... Te idegesítettél fel. Hozzá se szóltam! Menjél már! Ha ír a földön, húzod! Majd lemosom! Hát tiszt a sár! Majd lemosom, nyugodt legyél már! Megérdemelted. Mondtam neked, ne húzd a földön. Hova rakod ezt a nagy karácsonyt? Hát hova raknám? Ez nagy szerinted? Hát nagy. Nyugodt legyél már. Hú, te! Hát! Most mostam fel, nem szabad! Mi? Most mostam fel, biztosáros teszel minden. Halló! Igen? Semmi, csak meg kéne borotválkozni, mert már nagyon szörös vagyok. Sokáig fürdök. Hát igaz, ami igaz. De jól van akkor. Na jól van akkor, fürdjél. Jó. Hova viszel? Te! Mi van? Mit csinálsz? Hát azt mondta, tiszta sárlet! Hát megküldeted a karácsonyfát! Mi? Megküldeted a karácsonyfát! Hát azt mondta, tiszta sár, hát lemosom! Nem vagy mondva! Hagyjál már, ne idegesítsél már fel most már! Hát. Csináltam egy kis kárt. Milyen kárt? Te is a te hibádod, milyen kárt csináltál, hogy a jó Isten? Összetöltem a cserépkáját. Verde meg a fejedre! Ez is a te hibád! Mondtam, gyújtsál be! Jaj! Hát mit csináltál? Hát, megdobtam a fátot. Leesett. Meg kéri, drága jó Istenem! Ennyire nem lehet megkérni. Hát az ős emberek ezt csinálnák szerinte? Milyen ős? Én nem vagyok ős ember. Megbuktál. Jó, én kimegyek, csináld meg, jó? Elegre van benned. És ezt is takaríts fel a sárokat, amit okoztál itt. Én vagyok az ős ember asszony. Most ős asszony leszel, azt feltakarítod, Isten, ezeket. Megértetted? Már megcsináltad nekem a károkat állandóan. Te csináltál mindig. Állandó jelzőt. Fenomenális, komolyan mondom, fenomenális! Hallgassál! Gyere fel, mert elvadulok még máma! Mi van? Miért vagyok agybeteg? Azt mondtad, hogy sáros! Te fogod kitakarítani, máma, szólok, hogy te takarítasz ki!
mit kell nekem túlírni ebbe a hülye cicsi családba, hogy még egy nyugodt vécén fincsen. Elmadulok, és mindannálig a tampan ülő vadászkutya leszek. Bekerültetek oda. Hát nem segítenék, ezt ott összeállítom a hajadat. Össze-vissza szúrt. Jó jártál, mert ilyen baromságokat tanáltam. Kezembe belement a túl tüske. Te mondtad? Mit mondtál? Hogy sáros? Hát azt mondtam, nem gondolod, hogy belerakod a fürdőkádba. Én meg azt hittem, hogy mindjárt mondod, hogy... Gyere, ott csináld meg ezt a izét, inkább. Majd lecsöpöl. Az úgy sem fognak száradni. Reggel, estiktől reggel csinálni. Már kész van. Mibe rakod bele, kedves? Mibe állítod bele? Mi? Hát a karácsonyfát. Gyere, inkább ezt csináld meg először, hogy gyújtsak be. Várjál, mindjárt begyújtunk. Há! Ha idegesít el, az ős ember elmegy. Hát amúgy tényleg úgy nézel, tudod, egy ős ember hallja. Mit csinálsz? Ezt le kell vágni, hogy állítod meg? De mibe fogod beleállítani? Jó jártál. De jó jártál, Istenem. Hozzá ide egy kést. Minek neked kést? Hozzá már azért kérlek szépen egy kést. A recse is hozzá. Nincs. A kis recse is, hogy hát a kicsit. Ezeket nem tudom elvágni, ezeket a kicsiket. Hát. Ezt mikor csinálod meg? Mert ez is a te hibád, csak úgy szólok. Nem mondtam, hogy gyújtsál be, de te soha nem kezdsz fel. Benzik a játék, ki felkeltél. Na miért nem ezt mondtad? Én akarok játszani vele. Ó, persze, már a kisfiúé, nem a tiéd. Hát csak kölcsön adja nekem, hát én mit csináltam. Mi már mit csináltál ide, na? Tiszta víznek tettél mindent, az egész föld olyan. Ugye már, ha megfogod látni, azt fogod mondani. Drága ősember, barátom. Nem barátod vagyok. Férjed? Csak akkor még nem volt férj az ősember korsakban. Korsak, de hogy mondjam. Hát lehet így mutatni. Amúgy már mindegy lenne úgy beszélni. Ki gondzol, amikor csináltak ide? Hát mi sem van, mert én édes kávét kívott, hát ez a legnagyobb ellene neki, he? Úgy meg vannak emberek, akik a cukorra meg a helytel iszák. Az nem édes, te már mindig ilyen volt. Hát az édes kávét tud behány. Most senki nem mondta neki, nem? Micsoda? Hát nem mondtuk neki. Hát egy-két cukorra le. Igaz. Hogy nézel ki, hát te szakad, mint... Na nekem ebből elegem van. Itt szakad az eső. Szakad itt az eső az egész családba. Itt mindenkinek adták. Labda szegem, csicskolget azt a családba. Mi történt veled? Szakad az... Csináltam egy vécét odak itt magamnak. Miért? Miért? Nincs vécét. Ellopták a vécét. Hol van meg a fülhetőnök? Csak maut, maut. Csak maut. Lehúva most. Most elköltözött a vejce, most nekem csinálnom kell kint egy ilyen gravitációt amúgy. De most elköltözök is. Hát mi van ezzel? Mi van ezzel? Tisztogulod, ne beszéljetek meg, hogy nektek áll feljebb, mikor én ki vagyok készülve idegire. Mi bántol minket? Na. Megbrondultál, he? Megbrondultál, mi? Mennék be valamit, a cselejt mondom, benn van, mondom, hát már szígyen, mi is mondta, azt mondtam, hogy borotválkozni kell. Hát olyan harcbőrt kapott, de nem tudtam bemenni. Kint csináltam magamnak egy gravitációt. Te vagy a hibás, mi nem csináltál már kinti vécét? Ha lesz most már azt mondod, hogy kinti vécé, kinti fürdőszobajt, minden. Azt nem mondd, amire gondolok, oda ki mentél. Hát hova mentem volna? Fel a izébe, morsra? Szerinted hova mentem volna? Ne azt már. Itt valamit sürgősen, de keményen! De keményen ki kell! Á, te meg!
De várj, nem ér vagy víz. De miért vagy vízes? Na igaz. Ah, most miért vagy vízes? Talán megfürödtél a szomszédnek a tavába még közben. Azt fogod mondani, rága ősember férje. De meg nem sajnálnál engem, hogy ha beteg vagyok, ott velem hordatod a fát. Nézd meg el tiszta szalma. Tiszta szalma karácsonyfa. Majd leszed egy szépen róla. Hogy szedjem le? Úgy akarod. Így. Segítsél ne. Már. Szedjük már le. Ha miért dobáltad rá a szalmát? Na, így meg nem kerül pízbe, látom, nem kell venni karácsonyfát. Megtermesztettem neked, látod, ő is termelő de vagyok. Ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Borzasztó. Azt mibe fogod ezt beleállítani? Mit? Ezt? Hát nem tudom, hogy mibe állítsam bele, ma mindjárt beleállítom valamibe. De amúgy meg mit tudom, mit termeszte? Egyedül csak gyomorsamat nekem. Semmi más nem termesz. Hú, de idegesít a felfele. Vidd onnan, hát hova rakjam fel? Fel akarod rakni az asztalra? Hát, szerinted? Hát, valamibe. Te fogod takarni. Állj meg, várjál! Csak szóval. Fordíts fel azt a széket. Hogy így? Igen. Bele akarod állni? Igen. Úristen, most ezt nem mondok komolyan. Ezt hallgass. Ez tiszta kókár munka, már ne haragudjál. Tudod, mi vagy te, megkelek? Semmi már. Húzd egy kicsit még el, én. Te miattad volt? Én miatt. Miért nem hát fogtad meg? Hát fel a tetőn, azt onnan dob rá a karácsonyfát. Hát szúr! Ez nem fog így megállni. Adj sűr! Sűrt adjuk! Nesze! Hogy néz ez így ki? Te ne kacagtass már ki minket, jó? Állj meg! Anyádék, meglássák! Izé! Na most találtam ki! A hasuk a kacagát! Van cipél fűzői? Nincsen! A cipőmben van, de nem fogom kivenni belőle. Ó, Niki! Ha nem tetszik, látod? Akkor nem tetszik, de hát, tetszik. Minden tetszik, ami szól. Most hogy kéne kibiztosítani, hogy megvan? Rám borult a víz. Hogy? A vedelbe volt a víz, az rám ömlött. Hogy? Mi vedelbe volt a víz? A tetőn fel volt a vedel. Igen, és mi csináltál a vedel? Levettem a vedelt. De minek csináltál a vedel? Apukul mózott a nyom. Apu, csináltál vele? Nem, mert a vicces! Nem, vicces! Mi ahogyatok már, mikor kell csapni? Ja, Istenem! Na jó, hozzák ki másik ruhát, hogy jöjjtünk szekát. Szerintem a csíjesél, menjünk már már az esikor, szerintem. Mint egy nagy asszony hamarabb elkészül, mint az a cselejt nefi. Elcsőjtünk. Gyere, itt a ruhát! Gyere, szintén! Csinálsz már! Na most olyat találtam ki, tudod, mit fogom mondani? Azt fogod mondani, á, férjem, nagyon kemény vagy. Mibe fogadjunk? Nem fogadok veled. Jövök, csak nem izét hozol. Ha meglátod. Ú, Istenem, mit csinálsz? Megszállott a lityakom. Nem, már kész is vagyok. Készen állok mindenre. Most mappos, menjen borotválkozzon. Nem borotválkozok, hát úgy csak úgy gondoltam, hogy lehet, hogy szakállat neveztek a múltban. Rossz hét kaptak. Ja, úgyis fáradt vagy. Le vannak törve. Kemények. Valami biztos történt. Nem történt semmi. Nem történt itt a világ, a világon, az egész világon semmi nem történt. Stefan! Ha benn van, megint nyugszik, megint, mint szokás terülve. Hú, jó, érekesek. Nyugodjanak el. Lenyugszom, persze. Hó, csapos tényleg volna. Semmi baj, mindig van, nem tudok már menni. Mit csinálsz ide az éjjel? Hát mit akarsz csinálni? Mi? Megszegelem akkor a karácsonyfát. De itt nem szegel semmit sem, vidd ezt innen ki, vagy ha nem, mehetsz pusztulhatol anyádhoz. Miért? Azért, mert itt nem kokányos, hogy veszel normális dolgokat, azt csinál meg normálisan a gyerekeknek. És székbe beleállítod, kinevetteted magadat. Hagyd szegeljen nem meg! Nem szegelsz itt semmit sem. Jó van, kiviszem, csak nézzem meg, hogy így... Nem.
Hadd nézzem meg! Nem! Hadd nézzem meg, hogy... Nem van, ne szegeld már hozzá a székhez. Állítsd le, és nézd meg akkor, hogy csinálja. Várjál! Ugye fejbe válunk a kalapáttal, figyeld meg! Hát állj már le, viszi a karácsonyfát, ugye? Várjál már! Itthonul! Ide kell szegelni ezt ne, a karácsonyfát. Ne, veszünk egy normális talpat neki, érted? És abba belefogott szépen által, nem? Látod, mit csináltál azért velem? Látod, hogy bolondnak néztél engemet? Hát. Ezt te tanáltad ki, senki nem mondta, hogy ezt a műveletet csinálja. Vidd a karácsonyfát! Mert még nincs karácsony! Normális dolgokat kell rávenni! Elfotolok a háztól, elveszem az Xboxot is. Mehet, de kis vagyok. A karácsonyfát is vidd magaddal. Vidd ki! Elegem van már. Nekem van elegem. Nézd meg, mit csináltál, de csupa víz minden. Te vagy a hibás! Te vagy a hibás! Vidd ki a karácsonyfát! Szerszámokat hozd be nekem ide! Hogy lehet ilyen dolgokat kitalálni, hogy beleállítod egy székbe, meg még össze-vissza kókányolsz mindent? Vidd ezt innen ki hátra! Te meg mit csináltál? Majd akkor lesz karácsony, ha karácsony van. Nem kell 20 évvel ezelőtt feldíszíteni. Addig várjuk, ha az Xboxot ne játszok. Igen. Nem neked lett véve. Én egyet akartam csak el. Játszom, csak ki akartam próbálni. Ne próbáljál, sem. Nem jó ősember vagy. Te se. Klevizétel. Az ősembereknek amúgy sincs ilyesmi. Úgyhogy mehet, hordjod a fát inkább. Több hasznunk van belőle. Mint hogy itt izé vagy. Gyere inkább ide, mert takarítani. Meg csináld meg a tájhát. Több hasznunk van belőle. Hidd el nekem. Mint hogy már... Előre feldíszítjük a karácsonyfát. Nem szoktunk születésnapot se előre megtartani. Kisfiam! Gyere, hord ezt innen ki! Hon vagy? Halló? Szerinted szolidlábon van? Hát legyen az. Látod, munkát csináltál nekem? Keverjél izét, most ragadd azt vissza. Keverjél izét? Aha. Tudod, mit keverek? Ezt keverek. Menjél hát! Kikapom máma, figyeld meg, elhazítanak a hátul. De munkát csináltál nekem, örültem, kitakarítottam mindeneket, megcsináltam itt, meg kezdhetem előről az egészet. Hát te veled mi van? Ittem mindenki le van törve. Mi történt itt? Mi van? Mi van ittem? Hm. Hát vagyok itt. Mi lenne? Olyanok a nyárik. Mit ha lenne nekik egy halottuk? Ha már egy mápúnak vécézni kellett, aztán bent voltál a fürdőszobában, nem tud bemenni, aztán akkor ki kellett menni a vécébe, a laborba kellett kulázni, akkor ráblött a vedervíz. Ennyi, nem értem. Azért ilyenek. Nem jöttem az a busz, igen. Hát nem tudtok semmiről, ha miért mondta a pos, hogy vécéznie kell. Hát mit, mert ott volt, nem mondta, nem? Nem, azt mondta, borotválkoznia kell. Ja, Istenem, nem azt kellett neki. Én meg úgy voltam, hogy rájó, akkor az rájé. De mit borotván eleve? Ennyi szakállal, ami így. Azt mondta, most már megdövezti a szakállát. Nem érted, most már megdövezti a szakállát, én már nem fog borotválkozni. Istenem. Na, mindegy, én azt mondom, hogy itt az idő szobálni. Hova a szobálnit, hát? Amúgy meg... Hát, én már készen vagyok, pihentel a tanácsítóba. Jó, tényleg, jó, de szembe jutott. Jó. Na, menjünk akkor szerintem. Emlékszem, gyerek voltam, zsemérál. Alsan korbot tenni, meg nem volt gyemérál. Az apánkat vártuk a munkából, témérál. Azután szegény apám, imádom, szegény anyám, felemeltek engemet. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám, felemeltek engemet. Szabad, 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 szabad. Én emlékszem, gyerek voltam, te mérám. Az anyám cukros kenyeret adott a szeretet kell és a család. Drága
így anyám felnőttek engemet. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám felnőttek engemet. Emlékszem, gyerek volt, hogy témére igazi gyermekkorunkat éltünk témére. Alkult az utca meg az állókon, ugráltunk az utca este mese jobb váltunk. Szeretett volt és a család.